Szalagátvágással adták át az új játszóteret a kertvárosban, a Voltvai Ádám laktanya rehabilitációjának részeként. A Tiszavasvári út déli részén elhelyezkedő, 25 éve folyamatosan romló, 160 ezer négyzetméternyi terület Európai Uniós pályázatból, valamint terület és településfejlesztési operatív programból újul meg jelentősen. A modern játszótér mellett többek között egy kresszparkot is kialakítottak, ahol már fiatalon gyakorolhatják a közlekedés alapvető szabályait a gyerekek. Ahogy idejövünk, látjuk, hogy díszburkolat, sétány, út, parkoló, zöld felület karbantartás, ugye 1000 négyzetméteren öntözünk, tehát kialakítottuk az öntözőrendszert, 340 körüli fát ültettünk, 13 ezer körüli cserjét, és hát emellett, ha megyünk tovább, ott a technológiai transfer, a régi parancsnoki épület, itt mögöttünk még egy nagyon fontos objektum, a záportározó, ami talán nem annyira látványos, a csapadékvíz, szennyvíz közvilágítás, mint fontos közüzemi infrastruktúra és kiépítése került, és olyan szempontból, hogy ez egy fejlesztési terület is, ugye összesen 16,3 hektáros területen végeztünk munkát, és számtalan új lehetőséget nyitottunk meg. Régi vágya a kertvárosiaknak például, hogy egy nagy bevásárlóközpont álljon a rendelkezésükre. Az ehhez szükséges tárgyalások már folyamatban vannak, az üzletnek ez a terület fog majd helyet adni, tette hozzá a polgármester. A közel 2 milliárd forintos beruházás célja a vállalkozásbarát, népességmegtartó település fejlesztés, a vállalkozói tevékenység ösztönzése és a népesség megtartása ezen a város részen is.